A mai nap a templom szentelés, az Isten iránti hálaadás és az emberi segítségekért mondott köszönőszavak pillanatai hangzott el az Isten tiszteleten. A házat 3 évvel ezelőtt vásárolta meg a gyülekezet, akkor kezdődtek a felújítások. Akkor 3 millió forint állt rendelkezésre, végül az egyház terület 21 milliós támogatásával most 42 millió forintnál tart a felújítás. Az Isten tiszteletet a Duna melléki egyház terület elnöke vezette. Azért történelmi a mai nap, mert mostantól nem vendégek valahol, hanem saját templomuk van, mondta dr. Őszfarkas Ernő. És a helyi közösségnek az elkötelezettsége hihetetlenül látszik, aki ide belép, hogy nagyon kis szerény erőforrásokkal idáig eljutottak. Ez azt mutatja, hogy egy olyan közösség él ebben a városban, nem csak magáért tud tenni, hanem reméljük, hogy ezt a város is látni és érezni fogja, ugyanezt a szolgáló kész lelkületet. Szeretnék a mai nappal jelezni, hogy itt van egy közösség, aki a városért van, mondta az új lelkész, aki szeptember 1-e óta látja el a feladatot. A mi célunk az, hogy részt vegyünk a közösség életében, úgy a társadalmi életben, mint a vallási életben. Az épület átalakításáról és a bajai gyülekezetről beszélt dikán István, aki azt is hozzátette, fontos, hogy a város tudja, mivel foglalkoznak, miben hisznek, mi a küldetésük. Szeretnénk nem csak az igei gondolatokban útmutatást nyújtani, hanem az egészségügyben, a gyerekek nevelésében, dohányzás, leszoktatás és minden ilyen programok, ami céljaink között vannak. Minden keresztény közösség erősödése fontos, a hetednapi adventista egyház pedig sziklaszilárd alapokon nyugszik, mondta a város alpolgármestere. Bölcs ember azt mondja, hogy a sziklára építjük a házat, akkor az maradandó, azt gondolom, hogy ez mindenfajta közösségre él, mindenfajta közösségre jellemző, ha keresztény közösségeket erősítjük, erősebbé válunk mi magunk is. Az 1940-es években mintegy 60 tagja volt a gyülekezetnek, ami a 70-es években megszűnt, majd 1998-ban élet újjá. Napjainkban a közösség a környező települések híveivel együtt 75 főt számlál.